Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket a szerencse szombatban! Az est házigazdája, Mátkata és Freddy! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Ez itt a szerencse szombat, ahol a mai este folyamán is együtt szórakozunk, és el ne felejtjék, kedves nézőink, hogy Önök akár nyerhetnek is! Különleges zenei produkciók mellett egy fantasztikus csapat is érkezik hozzánk, az Urban Verbunk! Nagyon szépen köszönjük a Fortuna Tánckarnak a fergeteges nyitányt, és tudják, kedves nézőink, hogy nem telhet el szombat este házi zenekarunk nélkül. És persze, ha már említett nyeremények nélkül sem, nézzük, hogy milyen számokra, milyen nyereményekre számíthatunk ma este. A 33. sorsolási héten járunk, ahol a határszámunk a 41-es. Tudják, kedves nézőink, hogy a Luxoron mindig van teli találat. A határszámot elhagyva 9 millió forint a tét, míg hogyha valakinek a 41-es határszámon belül születne meg a Luxor teli találata, az akár 55 millió forinttal is gazdagodhat. Ha szombat este, akkor Joker 6 megfelelő sorrendben eltalált szám, egy esetén a tét nem kevesebb, mint 115 millió forint. Az ötös lotton pedig március óta nem talált gazdára a nyeremény, így ha valaki eltalálja mind az öt nyerőszámot, akkor akár 4 milliárd 575 millió forintot nyerhet. Engedjük meg, kedves nézőnk, hogy bemutassuk Önöknek, kik felügyelik ma esti játékainkat. A Sorsolási Bizottság felügyeletében zajlanak a játékaink, közreműködésükkel a Luxor 75 számgolyója már be is került a Luxor sorsológébe. Most pedig köszöntsük a Sorsolási Bizottság elnökét, Kovács Milánt és dr. Baumgartner Dóra közjegyzőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hamarosan megismerkedhetnek kedves nézőink ma esti vendégünkkel, aki természetesen a segítségünk lesz abban is, hogy útjára induljon a 33. sorsolás héthez kapcsolódó Luxor sorsolás. Nos, sötétedés után sokszor kémleljük az eget, és bizony sokszor előfordul, hogy azt kívánjuk, bárcsak látnánk hulló csillagot. Amikor ez megtörténik, azonnal elkezdjük hozzá kapcsolni az óhajokat, sóhajokat, különböző kívánságokat, és bízunk abban, hogy ez beteljesül. Nos, néhány nappal ezelőtt, aki egy kicsit is rászánta az időt, az akár tucatnyi kívánságot is megfogalmazhatott, de egy valami biztos a mai este folyamán, ma esti vendégünk nem elégedett meg azzal, hogy a hulló csillagokat kémlelje. Igen, szó lesz itt sarki fényről is, illetve esetében pontosan igaz a mondás, miszerint határa csillagos ég. Úgyhogy hívjuk is be gyorsan dr. Kis Lászlót, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökét. Kedves Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem különben, hogy tegezhetünk. Én köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok! Szeretnénk bevonni, itt van egy fantasztikus gömb, igen, a virtuális gömb, a kék gömb. Ezzel kellene majd elindítani a Luxor játékot, de még nem most hagyunk időt felkészülésre, hiszen minden jó munkához ugye kell egy kis felkészülési idő is. A Luxorban a várható főnyeremény pedig 55 millió forint. Hasonlót már láthattál. Szoktam használni ilyet, igen, ilyenekén írom alá az iratokat, főigazgatóként sokszor. Most pedig indítani kellene a Luxor játékot, reméljük szerencsés kezed van. Kezdhetem? Bizony. Azt a... Köszönjük. Nézzük.
Laci határozott indításával veszi tehát kezdetét a 33. sorsolás héthez kapcsolódó Luxor sorsolás. A számgolyók már is elfoglalják a helyüket a sorsológépben. Másodpercekkel ezt követően egy virtuális szelvény is láthatóvá válik a képernyő alján. Ezt figyelemmel kísérve a lehető legkönnyebb úton és módon lehet tájékozódni a játék pillanatnyi állását, illetően mi pedig természetesen azonnal jelezzük, hogy a kép, avagy keret találat született. Augusztus, ugye hullócsillagok, kívánság, szerencse, mennyire hiszel ezekben, mennyire tartod magad szerencsésnek? Hát az, hogy a hobbim lehet a szakmám, az mondhatjuk, hogy egyfajta szerencse. Abban benne van azért jó 30 év kemény munkája, külföldi tanulmányok erre, arra, amarra. Én a hullócsillagokat szeretem nézni, leginkább reketre ordítozom közben magamat, és a hangomat veszítem el, nem a hitemet vagy hitetlenségemet a szerencsébe. Jó buli szerintem. De ez mit jelent, hogy annyira örülsz, hogy látsz egy hullócsillagot? Minél fényes, és akkor tényleg ez a megismétlett 128-szor egy éjszaka során a hajnalra hangod nem marad. Na hát, ha minden igaz, akkor májusban elég sokáig kitarthattad az üvöltő hangot, tekintettel arra, hogy 20 éve nem volt olyan lehetőség, hogy Magyarországról ilyen szépen kirajzolódva lehessen látni a sarki fényt. Hogy egy picikét tisztában lássunk, Laci, kérlek, mesélj nekünk arról, hogy minek a következménye a sarki fény, és miért akkor a kuriózum, hogy ezt innen Magyarországról hogy nem láthatjuk akármikor? Hát ugye a sarki fény az a napból származó gáz, amikor elér ide a Földön. A napunk az egy hatalmas nagy csillag, 100-szor nagyobb, mint a mi Földünk, bugyborékkal, és 11 évente nagyon sok gáz kiköp magából. Ez proton és elektron, tehát elemi részecskék, töltött részecskéknek a keveréke. Ide jön a Föld, ez a napból kiköpött felhő, egy olyan 3 nap alatt, és akkor ahelyett, hogy minket lebombázni és meghalnánk azonnal, a földmágneses tér az segít a töltött részecskéknek, hogy északi, meg a déli pólushoz csapódjanak be, ne minket bombázzanak le. A földi légkör, amikor beérkezik ez a töltött részecske felhő, elkezd világítani, ez a sarki fény, északon és délen, aurora borealis és australis, és azért látszik tőlünk ritkán, mert mi elég messze vagyunk az északi sarktól. Tehát ha közel lejön az északi sarktól délfelé, akkor Magyarországról is láthatóvá válik. Ez ritkán van. Most 2024-ben, 5-ben azért van elég sok esélyünk. Ez a felhő méretén múlik, vagy pedig azt mondjuk, milyen időjárási környezetek? A méretén, meg hogy mennyire talál pontosan telibe minket a nap. Ugye a napból mindenfelé röpülnek ki ezek a gázfelhők, és ha elindul, és 3-4 nappal később ide megérkezik, akkor igen, adott esetben még Magyarországon, sőt a nagyon nagy események sokkal délebről, még Havannából is volt már, látta Kubából, de azért az tényleg bazinagy jelen. Van szükség. De akkor ez egy teljesen normális folyamat, hogy már ennyiszer lehet itt Magyarországon is? Hát ez annak köszönhető, hogy napunk 11 évenként aktívabb. Most éppen egy olyan időszak van, amikor az aktivitási csúcsa van, ez még egyszer 11 évente van. Az viszonylag ritkábban van, mint itt a számoknak a kihúzása a Luxorban. Mi is aktívak vagyunk, hiszen már is megálltunk. Az első megálló mindig az első kép, és ahogy látom, elég sok első kép találatunk van, 23. 13. Szóval 13 első képtalálatunk van, a nyeremények összege 97.330 forint szelvényenként, természetesen gratulálunk a nyerteseknek. Szeretettel gratulálunk, a sorsolás folytatódik, és természetesen a beszélgetés is. Laci, vissza a kezdetekhez. Hogy lesz valaki csillagász? Te hány évesen ébredtél rá arra, hogy nagyon is érdekel téged az égból? Hát egy olyan, kb. 10 éves volt, amikor az első távcsemet kikönyörögtem a szüleimtől, tehát valószínűleg 7-8 évesen már szerettem csillagokat, tehát könyveket, szép fényképeket tartozó könyveket nézegetni, meg hát kimentem nyaranta az ég alá, és ott vagy láttam hullócsillagot, vagy nem, arra már nem emlékszek, az rég volt. Minden esetre az egész fiatal gyerekkoromban már ott van az, hogy a Lacika szereti nézni a csillagokat. Aztán később ugye elkerültem gimnáziumba, fizika szakirány, Szegedre, fizikus szakra, és lézerek helyett csillagász lettem. Ez már történelem. Ezek viszont tudatos döntések voltak, vagy valahogy tudattalanul arra sodort az élet? Na, hát sok véletlen volt. Szegedre alapvetően lézerfizikusnak akartam menni még 30 évvel ezelőtt, akkor ugye minden fiatal fiú a 80-as éveket Darth Vader vagy Luke Skywalker akart lenni, tehát lézerkarddal akartam küzdeni, ezért lézerfizikával akartam foglalkozni, de összefutottam csillagászokkal, Szegedi Józsefet, a Tömegyetem, Szatmári Károly, Vinko József és népi zenekaruk, és aztán azt mondták, hogy Laci, gyere hozzánk. Én meghallottam a szót, a történelmi lehetőséget, és aztán teljesen visszavonhatatlan a csillagokba vonzottak. Megfér ez a lézerkard mellett. Hát elfér, persze. És egyébként a csillagok háborúja. És hogyha valaki a fizikához nem nagyon konyít, akkor nem menjen el csillagásznak? Hát akkor nem menjen el csillagásznak, akkor lehet amatőr csillagász. Ugye Magyarországon a Magyar Csillagászati Egyesület, majd 2000 amatőr csillagászt összefogó civil szervezet, ott a nagy többség nem szakmai ember, hanem tényleg aki
lelkes, hát civil tudomány iránt érdeklődő ember, távcsövezni, hullócsillagokat nézni, sarki fényekre vadászni, bárki tud, és az nem kell különösebb előképzettség. És milyen irányú, bocsánat, tanulmányokat kell végezni? Tehát, ha te a csillagokra összpontosítasz, akkor az csak maradsz a csillagoknál, vagy lehet hát tovább is menni? Rossz hírem van, a csillagászat az a fizikának az ága, tehát a földön, földi légkörön túli világ fizikai összefüggésével foglalkozunk, tehát mi fizikához kell, hogy értsünk, de kell, hogy értsünk matematikához, kell, hogy értsünk informatikához, mert ma már minden számítógép. Történik, és kell, hogy értsünk angolul, ha csak lehet olyan felső fok közelébe, mert a tudomány nyelve az angol. Az egy másik kérdés, hogy ha az, ki akarunk lépni úgy, mint a csillagok közé, ami persze egy költői túlzás, az űrkutatásnál az űrmérnökség az egy nagyon érdekes lépés, amikor már az űrbe helyezünk ki eszközöket, és azokat használjuk adatgyűjtésre, akár a Földet nézzük visszafelé, akár a csillagokat kifelé. Ott például egy mérnök, ilyen elektronikus, ketyere buheráló, érdeklődő fiatal nagyon jól megtalálhatja a számításait. Lehet-e, kell-e népszerűsíteni a csillagászatot, mint tudományt? Hogy áll az utánpótlás, hogyha fogalmazhatunk így? Utánpótlásban hál' Istennek jól állunk, ugye két egyetemen képeznek csillagászokat, az ELTE-n Budapesten, az STN Szegeden, de én azt gondolom, hogy a tudománynak a népszerűsítése, akármilyen tudományterület, az fontos, mert a nagy közönség, a lakosságnak a tudásáról nem tételezhetünk fel túl sokat, vagy túl sok mély dolgot, ezért aztán én szívesen jövök el akár ilyen műsorba, és híradókba szoktam mindenféle, mert azt gondolom, hogy aki a tudományt műveli, az egyrészt rossz ember nem lehet, másrészt pedig próbálja meg mindent megtenni azért, hogy a tudományát megmutassa az adófizető állampolgároknak, akik tulajdonképpen állják a havi fizetésemet. A legnagyobb kihívást mi jelentette eddig a szakmádban? Hát nézd, volt egy 7 éves projekt, amikor egy svájci vezetésű űrtávcső projektet dolgoztunk bele, én voltam a magyar csapatnak a vezetője, ipari, űripari partnerünk a Miskolc Aromatis Kft. Ott az egy nagyon nagy vállalás, egy 100 millió eurós űrteleszkópot építettünk meg 2012-19-ig. Az egy nagy vállalás volt, és mindannyian hát nagyon sokat beledolgoztunk, szóval tényleg ott nagyon sok kihívással kellett szembesülni, de most 5 évvel később, ugye 19-ben indult el, ott voltam Dél-Amerikában, Kourouban, Francia-Guayanában, néztem, örültem, repült a bukéta, nem robbant föl, hanem vitte az eszközünket, és azóta meg jön ki belőle az érdekes tudomány, szóval megérte a 7 év, hát mondjuk így kínlódás a dolgokkal. Már is folytatjuk a beszélgetést, megszületett az első keret találatunk, és lássuk a hozzá kapcsolódó részleteket. Első keretből 2 darab van, 843.515 forint tartozik hozzájuk, szeretettel gratulálunk. A sorsolás folytatódik, és természetesen a beszélgetés is. Rengeteg kutatás fel lehet ugye lelni, egyre több mindent hallunk, de hát kitől máshol, hanem, vagy mástól, hanem tőled kérdezzük meg, hogy van a Földön kívül máshol élet? Én nem tudom, de szeretném hinni, hogy igen, szóval itt benne van egy nagyon fontos szó a dolog, hinni kell még egyelőre. A csillagászok nagyon sokat dolgoznak azon, hogy távérzékeléssel kimutassuk esetleg más csillagok körül keringő bolygókon az életnek a lehetséges aktivitás jeleit. Itt még nem tartunk, bár e felé dolgozgatunk. Itt a naprendszerben vannak nagyon érdekes helyek, a Mars bolygó, a Jupiternek az Európa holdja, ahol vagy a múltban, vagy akár most is lehet valami. Fönnállnak a feltételek potenciális életformák számára, de ezt majd akkor hiszük, ha látjuk. Addig csak azt mondom, hogy én nem tudom, de szeretnék hinni benne. Amiről most beszélsz, az is valahol a kisbolygó kutatáshoz kapcsolódik? Hát nem, az a kisbolygó, az egy másik dolog, az a bolygóközi térben röpködő űr, ilyen szemét, ilyen naprendszer. Az egy másik téma. Rá, hogy ha minden igaz, akkor élenjárók vagyunk a kisbolygó kutatásban. Ez egyértelmű. Miért olyan fontos az, hogy kutassuk ezt? Amiben mi élenjárunk magyarok és a hazai szakma, az a Föld suroló kisbolygónak a kutatása, amelyik a Föld mellett elrepül, és időnként nekünk jövő égitestek. Az elmúlt 2 évben 3-szor történt meg az, hogy Sánszki Krisztián kollégám piszkés tetőről pár órával a becsapódás előtt felfedezett egy kisbolygót, és aztán ez néhány órával később Izland fölött, Párizstől nyugatra, meg Berlintől nyugatra becsapódtak. Ugye ezek azért érdekesek, mert egyfajta földi környezeti jelzés, hogyha, mit tudom én, van egy viszonylag feszült politikai helyzet, és akkor valahol történik egy kilótonnás, egy megatonnás robbanás, azt jó, ha tudjuk előre, legalább pár órával. De emellett is ténylegesen ez a téma, hogy milyen égitestek veszélyeztethetik a Földünket. Ez az űridőjáráshoz egy kicsit kapcsolódik, ugye beszéltünk a napszélről, meg a sarki fényekről, hogy a Földünket kozmikus irányból veszélyeztető kockázatokat mérjük föl minél jobban. Ez a terület, ez egy nagyon izgalmas terület, és hogy az Európai űrügynökség is használja azt a kifejezést, hogy bolygóvédelem.
Planetary Defense. Ehhez csatlakozunk mi is az itthoni eszközeinkkel. Lassz. Érdemes még az eget kemleli hulló csillagok tekintetében. Persze, aztán majd jön az október, november, december, minden hónapban. A aggódik, mert lemaradt. Az nem maradt ki semmiből. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szívesen. Tökéletes alanya, hogy annak, hogy népszerűsítsd a saját tudományodat, mert ilyen szenvedélyekkel azt gondolom beszélni. Örülünk, hogy itt voltál, tovább nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Időközben megálltunk a Luxor sorsolásban, hiszen egyre vagyunk attól, hogy valakinek teli találata legyen az országban. Már is folytatjuk tovább a sorsolást, most azonban mutatunk egy különleges produkciót. A most következő előadó amellett, hogy az Európai Elvis Fesztivál győztese, egyedüli magyarként kapott lehetőséget arra is, hogy megmérettesse magát Birminghamben az Elvis világversenyen. Lantos Gábor rendkívül hitelesen énekel Elvis dalokat, magával ragadva a közönséget, visszarepítve őket az 50-es, 60-as, 70-es évek Amerikájába. Hallgassuk meg tőle az If I Can Dream című dalt itt, most, a Szerencse Szombatban. Lantos Gábornak köszönjük szépen a csodálatos megemlékezést, ugyanis Elvis Presley, immár a 47. éve sajnos nincs velünk. Most pedig folytatjuk tovább a Luxor sorsolást. Valakinek a szelvényén már csak egyetlen egy bekarikázatlan szám hiányzik a teli találathoz. Ugye a Luxorban az a legjobb, hogy mindig van teli találat. Kérdés, hogy mennyit kell várnunk a folytatásban. Így bizony, van egy szelvény tulajdonos, aki tördeli a kezeit, hiszen egyetlen kombinációra tartózkodik a teli találattól, a következő kombináció a Robert 63-as. Négyre emelkedett az izgatottan várakozók száma. Hát igen, itt másodpercek alatt változik minden, úgyhogy nézzük a következő betűszám kombinációt. Közvetlenül a mellette lévő Robert 62. Megy tovább a sorsolás, mi mindig nincs teli találat. Izgulunk tovább.
elértük a határszámot, illetve el is hagytuk. A jackpot értéke már biztos, hogy a 34. sorsolás hétre fog tovább halmozódni. 9-en várakoznak most már, 9 szelvényen egyetlen egy betűszám kombináció hiányzik a teli találathoz. Egyre nagyobbak az izgalmak, hiszen dinamikusan változik a várakozók száma, 18-an várakoznak. Lassan az is kérdés, hogy vajon hány luxor lesz a 33. sorsolási héten? És vajon mikor? Talán most? Robert 71, úgy tűnik, hogy nem hozta meg a végleges sikert, így folytatódik tovább a sorsolás. 24-en várakoznak. Izgalmas a hétvége. Olga 49, de a sorsolás még mindig folytatódik. Egy másik számot mondok, ezt ne karikázzák. 55-en várakoznak most már arra, hogy teli találatuk legyen. Nézzük, szinte hogy kizárt, hogy egyetlen luxor túlélje ezt a sorsolást, de lássuk. Olga 60. 84-en. Ez egy további sorsolás. Nem tudom, nem nagyon emlékszem. Nem gyakori. Ugye magas most már, nyugodtan mondta, hogy a kifejezetten magas a 41-es határszám is. De a Xavier 32-vel megszületik a luxor, lássuk tehát, több mint 85-en várakoztak. Egyetlen luxor így is, 9.700.425 forint. Azt a mindenit, de izgalmas sorsolás volt itt a 33. sorsolás héten. Lássuk az összesített nyereménytáblát. Érkeznek a képtalálatok. 15.724 darab van belőlük, 1340 forintot érnek, ami a kereteket illeti 240 darabot találtak el szelvényenként, 14.060 forintot jelentenek. Első képből 13 darabot találtak el, szelvényenként 97.330 forintot fizetnek. Első keretből szintén két darabban 843.515 forintot jelentenek szelvényenként, és a gigászi csatában több mint 85-en várakoztak, mégis egyetlen luxor született a határszámot elhagyva a hozzá kapcsolódó nyereményi 9.700.425 forint, a jackpot átvétel pedig nem kevesebb, mint 46.724.801 forint. Szeretettel gratulálunk mindenkinek! Az izgalmas luxor után át, kíváncsian várom, hogy mi minden történik. Még egy biztos, mivel a luxor utolsó számgolyója páros szám volt, kézzel fogjuk kisorsolni az ötös lottó nyerőszámait, ahol pedig minden idők ötödik legmagasabb nyereménye a tét, 4.575.000.000 forint. Nem menjenek messzire, kedves nézők, másodperceken belül kezdetét veszi az élő Joker és ötös lottó sorsolás. Most pedig fogadjanak nagyon sok szeretettel a Fortuna Stúdió színpadán egy univerzális táncgépezetet, akik természetesen nemzetközileg is jegyzettek, nálunk táncol az Urban Verbunk. Right.
színpadon az Urban Verbunk! Azt a mindenségét neki, Ahmed, kérlek, gyere ide, hogyha kapsz még levegőt. Nem erre mondják, hogy visszafogott kezdés. Igen. Köszönjük szépen. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Jutott, hát most a nyári időszakban, szonyok csapásokban azért jó lennél, nem? Vagy jók vagytok. Ilyenkor a legjobb edzeni. Igen. Számoltátok egyébként már, hogy hányat csaptok egy produkció alatt? Van egy ilyen világrekord kísérlet, ahol életem leggyorsabb táncos, egy másodperc alatt 41-et sikerült lecsapnom, de akkor vagyok igazán fair és korrekt, hogy ezt elmondom, hogy ezt a rekordot már megdöntötte valaki, Popovics Márkő 46-ot csapott. Tehát, hogy... Ez hogy kell elkezdeni? Ebbe gyakorlatilag a gondolom sarok is benne van, tehát minden fele. Kéz, láb, fej, arc, minden, tehát hogy minden kezünkkel. És ezt vissza kell lassítani, kikockázni. Kipari kamerával, de hogyha leosztod, hogy 4 végtagod van, akkor egy végtaggal egy másodperc, a minimum 10-et kell csapját. Tehát, rettenet. Na ezt még gyakoroljuk szünetben. Mikor kell egyébként elkezdeni a néptánc iránti efokú, nem tudom, felkészülést, hogy valaki ide jusson? Tehát gyerekkorban már, vagy nem feltétlen kell a gyerekkorban elsajátítani az alapokat? Attól függ, hogy mi a célunk ezzel. Amit mi csinálunk, az egy szórakoztató műfaj, ez egy entertainment műfaj. Igazából a magyar kultúrán keresztül szeretnénk mi olyan színpadi produktumot, kulturális exportcikket elvinni a világba, ami az emberek számára újszerű. Tehát a magyaroknak a tengerpart, a pálmafa az exotikus, mi meg, hogyha elviszük a magyar kultúrát, akkor nagyon érdekes, hogy jó erőben lévő férfiak csapják a lábukat. Tehát ez az exotikus. De viszont én azt gondolom, hogy a magyar kultúrának és a néptáncnak nem az elsődleges szerepe és feladata. A legfontosabb az, hogy szerintem, hogy egészséges nemzeti identitással felnövő gyerekeket neveljünk, a közönség teremtése nagyon jó, és még szerintem sok olyan dolog van, tehát hogy ha valaki elkezd néptáncolni, akkor szerintem az élete meghatározó, tehát egy élményet, tehát hogyha nem is táncos, tehát mondjuk ügyvéd lesz, buszsofőr, bármi, tehát az egy férfi tartás, vagy csak a férfiakról beszélünk, de nők is táncolnak, és amúgy ez egy páros műfaj. Uh-huh. Tehát hogy ez régen ez egy szórakozási forma volt, akkor jött össze a család ünnepeken, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos a tradíció, a hagyományok megtartása, mert amelyik népnek nincsen identitás, az elveszett. Te mikor jöttél rá, hogy jobban vonzódsz a tánchoz, mint egy átlag fiatal? Én úgy találkoztam a tánccal, hogy én minden német óráról ellogtam. És ez a fiatalok számára ez és mindjárt megmondom, miért, ez a végeredmény, akkor mindjárt megmondom, hogy miért kell német órára járni, és volt egy reggel, amikor be kellett mennem német órára, mert be kellett mennem, mert nem volt tovább, és akkor jött egy felhívás, hogy lehet menni néptáncolni. Előtte taekwondóra jártam, mindig ez a sztori, igazából egyszer voltam. És elmentem néptáncra, és addig én mozdonyvezető akartam lenni, és az első táncóra után hazamentem, és mondtam anyukámnak, hogy én néptáncos akarok lenni. És néztek, hogy milyen néptáncos. Én egyszerű panel proli srác vagyok, és odáig jutottam, tehát hogy tényleg ez lett a hivatásom, hogy harangozó díjas táncművész lehetek, és Magyarország érdemes művész, akármennyire is ez komolyan hangzik ez a dolog, ez egy ilyen megelőlegezett bizalom az én számomra, de nekem a nevem, tehát hogy Ahmed, Musza Ahmed, tehát nem egy magyar nevem van, tehát hogy egy, de nem magyar nevem van, és nekem mindig duplán kellett teljesítenem az iskolában, és mindenhol, hogy én tudjam bizonyítani azt, hogy én magyar vagyok, mert hát ez még inkább felvérte. Igen, és ez nekem még inkább egy nagy felhajtó erő volt, és szerintem a mai napig bennem van, és ez nem egy frusztráció, hanem ez egy is plusz dolog a hátizsákban. Ahmed, nagyon örülünk, és köszönjük szépen, hogy itt vagy, hogy itt vagytok, hála Istennek beszélgetünk még, és látunk még titeket táncolni is. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Most pedig rátérünk a Joker sorsolásra, már is indítjuk a sorsolást a Sorsolási Bizottság felügyeletével természetesen. A várható főnyeremény 115 millió forint. A tekintettel arra, hogy leginkább rajtam múlik az ötös lottó, azt gondolom, hogy ez minimum téged élet. Én úgy indulja a Joker sorsolás, sok szerencsét mindenkinek! A
Joker első számjegye a 6-os. A második a 9-es. A harmadik a 0. A negyedik a 9-es. Az ötödik a 4-es. És a hatodik a 3-as. A Joker szám 6-9-0-9-4-3. Kedves nézőnk, ez volt tehát a 33. sorsolás héthez kapcsolódó Joker sorsolás. Lássuk az összesített nyeremény táblát. Érkeznek a két találatos szelvények. 4445 darab van belőlük, 2500 forintot érnek. Ami a hármasokat illeti, 420 darabot találtak el, 25000 forintot érnek. 46 darab 4-es van, ezek mellé 250000 forint kapcsolható. 5 darab 5 találatos szelvény van az országban. Szelvényenként 2,5 millió forintot jelentenek, és lássuk, van-e teli találat a Jokeren? Nincsen hatos, ez pedig azt jelenti, hogy a 34. sorsolás héten már 155 millió forinttal várja önöket a Joker. És erre még rákapcsolunk, hiszen mindjárt jön az ötös lottós sorsolás, ahol minden idők ötödik legnagyobb nyereménye a tét, vagyis 4 milliárd 575 millió forint. Már is indul a sorsolás, de előtte újra a színpadon sztár csapatunk, az Urbán Verbunk. Thank you.
A színpadon az Urban Verbum, nagyon szépen köszönjük ezt az elképesztő előadást. Hát most már csak egy valamivel tudjuk ezt az estét megfejelni, hogyha kifejezetten csattanós választ kapunk arra a kérdésre, hogy vajon itt a 33. sorsolási héten lesz-e teli találat az ötös lottón. Hamarosan kiderül. Nagyon szorítunk, illetve hát Freddy-é a felelősség. A Luxor utolsó számgolyója páros számként eldöntötte, hogy kézzel fogjuk kisorsolni a nyerőszámokat. A várható főnyeremény pedig 4 milliárd 575 millió forint. Hamarosan eldől, tehát, hogy a mai este folyamán avathatunk-e újabb milliárdost, vagy akár milliárdosokat a szerencsének köszönhetően. Rendszeres nézőink pedig pontosan tudják, hogy az ötös lottó sorsolás első 4 erőszámát mindenféle megszakítás nélkül sorsoljuk ki, csak egy újabb produkciót követően fog kikerülni a mindent eldöntő 5. nyerőszám ezúttal a sorsoló gömbből. Én engedlek, Zsanett már megyek. Már a sorsológépnél. Mielőtt azonban útjára indítanánk a sorsolást, szeretném felhívni játékosaink figyelmét, hogy a Szerencsejáték ZRT játékos kártyájának akár értékesítőhelyeken, akár online történő kiváltásával több hasznos funkció, kényelmi és biztonsági szolgáltatás igénybevételére is lehetőségük van, valamint az aktuális ajánlatokról is informálódhatnak, érdeklődhetnek. Minden továbbit megtalálnak a lottózóban ezzel kapcsolatban, illetve a www.szerencsejáték.hu oldalon. Freddy megérkezett, nincs más hátra, kezdődjön az ötös lottós sorsolás, melyen a várható főnyeremény minden idők 5. legnagyobbika, vagyis 4 milliárd 575 millió forint. Első nyerőszám, a 21-es. A második. Az 51-es. A harmadik. A 74-es. A 9-es. Egyetlen egy utolsó szám hiányzik az 5-ből, hogy avathatunk ezen a héten végre milliárdos vagy miniárdosokat, nem sokára kiderül. Most azonban újra a színpadunkon a főszerepben sztárcsapatunk, illetve hozzájuk érkezik egy ikonikus női előadó. Vagyis jön az Urban Verbunk és Elina Nácsajeva.
Elina Necsajeva és az Urban Verbunk! Nagyon szépen köszönjük, az ember azt gondolta, hogy ezt már nem lehet überelni. Elinát és Ahmedet pedig szeretettel várjuk ide az asztalhoz. Elina az Eurovíziós Dalfesztiválon 2018-ban képviselte Észtországot. Nagyon szépen köszönjük. Hangodban, nagyon szépen köszönjük. Operaénekesként, hogy jött az életedbe a könnyű zene? Köszönöm, hogy itt lehetek. Mi köszönjük, hogy itt. I am very, very happy to Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. I am so honored. És elképesztően megtiszteltetés az, hogy egy ilyen nagy együttműködést hozhatunk létre az Urban Verbunkkal, ami a legjobb, akik a legjobb táncosok Magyarországban. Azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt nem is tudtam volna ezt elképzelni, mert abszolút kizárólag csak klasszikus zenével foglalkoztam. De aztán egyik nap arra gondoltam, hogy hát kipróbálnék valami más dolgot a stúdióba. És a La Forza című zenémet, dalomat megírtam, és hát szándékomon kívül tulajdonképpen az Eurovízióba beválogatták, és Észtországot 2018-ban képviseltem az Eurovíziós Dalfesztiválon, és a 8. helyen végeztem. És kicsit aggódtam, hogy ez tulajdonképpen a klasszikus zenei karrieremnek árthat, de aztán amikor elkezdtem üzeneteket kapni fiataloktól, gyermekektől, akik azt mondták, hogy nekem köszönhetően felfedezték a klasszikus zenét és az operát, akkor megkönnyebbültem, és megértettem, hogy ez a megfelelő út számomra. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen volt az együttműködés a táncos fiúkkal. Mennyire volt ez testhez álló, mennyire volt idegen, hogy ennyien mozognak körülötted? You know, it's... Tulajdonképpen. Miért? Sok-sok tesztoszteron. And I really love nagyon our collaboration that I can also tetszett az együttműködésünk, és nagyon örültem annak, hogy a saját előadásomat ezekkel a mozgásokkal összekombinálhattam. Azt hiszem, hogy már az egész világ ismeri ezt a mozgást. Mi minden várható a közeljövőben az Urban Verbunkkal, illetve Elina veletek kapcsolatban? Igyekszünk nemzetközi terepekre lépni. Szeptemberben Libanonba fogunk utazni, és Szaúd-Arábiába, ősszel Angliába, és jövőre Amerikába tervezünk produkciót csinálni. And of course, Don't Lie to the Planet Show, where we met with Ahmed. A Ne hazudja földgolyónak, Don't Lie to the Planet Show, ez az, ahol találkoztunk Ahmeddel, ezt is folytatjuk. Hát nem fogtok unatkozni, és ha már az energiákról beszéltünk, hogy milyen jó szinergia volt köztetek, ez nem véletlen, most már jegyben jártok. Szabad-e kérdeznünk, Ahmed, hogy milyen volt a megismerkedésetek körülménye? Ez is a munkához kapcsolható, a tánchoz kapcsolható volt-e? Igen, a Don't Lie to the Planet Show decemberben mutattuk meg, és egy hosszú-hosszú közös próba folyamat előzte meg, egy napos próba folyamat. Akkor találkoztunk, bemutattuk a showt, és másnap együtt reggeliztünk. És az jól sikerült a show. Part reméljük, hogy... Szokott lenni ez a mondás, hogy csak a gyáva színész próbál, ezek szerint akkor a táncosokra is igaz, nem, hogy gyorsan akkor, átnézzük. Végig készültünk hát, rá, persze, a közös produkt. Persze. Minden másban ilyen jó az összhang, akkor ezek szerint közöttetek. Nem csak a táncban, nem csak a színpadon, hanem a színfalak mögött is. Eddig még nem beszélgettünk. Hát maradjon is ez így a továbbiakban. És valami titkot azért elárulsz még nekünk azokon kívül, hogy milyen fantasztikus helyeken lesztek láthatóan? Lehet-e tudni az apropókról például? Tervezünk. Nem, hát nem, semmi sem terv, semmi sem fiktív. Diátadókon fogunk fellépni, és tehetségkutatókban, és önálló showműsorokat fogunk csinálni színházakban. Hát amit mi tehetünk, hogy nagyon jó egészséget, és nagyon sok sikert kívánunk mindannyiótoknak. Köszönjük szépen, hogy emeltétek az esténk fényét, fantasztikus volt. Szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, lehetünk. Köszönöm szépen. Hát újabb látványos produkció következik. Hiszen... Most jön, igen. Igen. Freddy már gombolkozik. Hát nagy a felelősség, és a feladat, ugyanis az ötös lottó utolsó ötödik nyerőszáma következik, a tét óriási 4 milliárd 575 millió forint. Ötödik nyerőszám az 54-es. Az ötös lottó nyerőszámai emelkedő szám sorrendben. 9, 21, 51, 54 és 74. K-
kedves nézőnk, ez volt tehát a 33. sorsolás héthez kapcsolódó 5-ös lottó sorsolás. Lássuk az összesített nyertes keresőt. Itt vannak a két találatos szelvények. 87.953 darab van belőlük, egyenként 2560 forintot jelentenek. 3574 darab három találatos szelvény van az országban. 16.650 forintot kapcsolatunk hozzájuk. 50 darab négyes van. Szelvényenként 1.086.665 forintot fizetnek. És lássuk, van-e teli találat a 33. sorsolási héten? Még mindig nincsen, tovább halmozódik minden idők 5. legmagasabb értékű 5-ös lottó főnyeremény, és a 34. sorsolás héten már 4.750.000.000 forinttal várja önöket. Elképesztő, micsoda magasságok, és ne felejtjék, adásainkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a Szerencsejáték ZRG YouTube csatornáján. Mi bízunk benne, hogy önök már pontosan tudják, hogy a szombat, akkor szerencseszombat, de hogyha szerencseszombat, akkor sztár vendég Tóth Gabi érkezik hozzánk, aki fantasztikus hangjával fog minket elvarázsolni a jövő szombaton. Várjuk önöket természetesen akkor is. Ahmed, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük szépen a rendkívül dinamikus, energikus produkciókat. Nagyon örülünk annak, hogy elhoztad Elinát is, és tovább emelte az esténk fényét. Érkezik feléd a kamera, légy oly kedves megpecsételni az aláírásoddal. További nagyon sok sikert kívánunk neked, illetve nektek, természetesen úgy belföldön, mint külföldön. A kedves nézőknek pedig hálások vagyunk a hála Istennek megszokott, de mindig megtisztelő figyelmükért. Legyen csodálatos estéjük és hétvégéjük. Mi várjuk önöket nagyon sok szeretettel a jövő héten is. Igen, és hát rengeteg Szent István napi program áll előttünk, úgyhogy ezekhez is nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Élvezzék a hosszú hétvégét. Minden jót. Viszontlátásra. Együttműködő partnerünk az MV Fashion. A műsor és a nyári élmények támogatója a Roland Divatház.